Ez a Pápa városi televízió hírműsora szerdán. Köszöntöm nézőinket! Január másodika óta folyamatosan gyűjti be a város gondnoksága kidobott karácsonyfákat. A város fenyőfáját is elszállították, sorsa ugyanaz lesz, mint a többi darálék formájában hasznosítják. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján az ünnepeket követően 6-7 ezer kiszolgált karácsonyfát gyűjtenek be pápán. A munkát elvégző városgondnokság kérése továbbra is az, hogy a lakosság koncentráltan helyezzel a közterületeken a fákat. Az elmúlt évek folyamán a tapasztalatunk az, hogy a város lakossága megtanulta, hogy hogyan kell a karácsonyfát kidobni. Lakótelepeken a kukák mellé szokták, és minden ut utcával már kialakult az a rend, hogy hová rakják ki a lakosok. Eddig semmilyen rendellenességet nem tapasztaltunk. Az év első munkanapjától, január másodikától kezdve folyamatosan jelen vannak a közterületeken és szállítják el a fenyőket, mondta a városgondnokság vezetője. Kidobott fák nagyobb mennyiségben ezen a héten jelenhetnek meg a konténerek mellett vagy a megszokott gyűjtőhelyeken, hiszen a lakosság jó része vízkeresztkor, vagyis január 6-a környékén szedi le az ünnepi díszeket a fákról. A város fenyőfája sem áll már a főtéren. A vízkereszt napján leszettük, és annak a sorsa is ugyanaz, mint a város területén összegyűjtött karácsonyfáké. A fenyőfákat a Városgondnokság téglagyári úti telephelyére szállítják és darálékot készítenek belőlük. A faanyagot az önkormányzat hasznosítja energiaforrásként. Szervezeti átalakulás, igényes kiállítások, népszerű táborok, lelkes önkéntesek és diákmunkások, valamint az esztendő végére még egy kis meglepetés is. Ez a Kékfestő Múzeum 2013-as mérlege. A kiállítóhely ebben az évben is sok programot tervez, melyek közt kiemelt szerep jut a múzeumpedagógiai foglalkozásoknak. 2013 január 1-től a jogszabályok értelmében a megyei múzeumi hálózatok megszűntek, és az egyes múzeumokat az illetékes önkormányzatok vették át itt Pápán, ugye erről már többször esett szó, ennek az lett a következménye, hogy a Gróf Eszterházi Károly Múzeum, a megyei múzeumtól átjövő intézmény rész, és a már akkor a, a város fenntartásában lévő kékfestő múzeum egyesült, és egy közös városi múzeumi szervezet jött létre. Ez a városi múzeumi szervezet, a Gróf Eszterházi Károly Múzeum nevet kapta, és ennek tulajdonképpen telephelyeként, tagintézményeként működik a kékfestő múzeum. A Pápai Kékfestő Múzeum, illetve az Óbudai Textilmúzeum Múzeum fenntartója korábban a Textilmúzeum alapítvány volt. Mivel mindkét múzeum önkormányzati fenntartású lett, ezért a kuratórium úgy döntött, hogy megszűnik az alapítvány, és a számlán levő összeget felefele -fele arányban szétosztja a két intézmény közt, ez közel 4 millió forintot jelent, kapták nemrégiben a jó hírt a Pápai Múzeumban. Kötött módon adták a, adják ezt az adományt, tehát megvan, hogy mire kell fordítani, ezek közül a legfontosabb az, hogy a kékfestő mesterek találkozóját kell szervezni, ez egy kötelezettség. Ezen felül a gyűjteménygyarapításra használhatjuk fel, illetve még egy nagyon-nagyon fontos dolog, és én talán ezt tartanám a legfontosabbnak számunkra, lehet olyanra fordítani, hogy felmérjük a kékfestő kincset, ami az országban van, és egyfajta kékfestő kataszter lehetne ebből létrehozni. A Kékfestő Múzeumban négy nagy kiállítás volt az év során nemez, szőnyeg és cserépcsodákat láthattak az érdeklődők, illetve február végéig még megtekinthető a születés kiállítás. A nyári két kékfestő kézműves tábor maximális létszámmal működött. A nagy sikerre való tekintettel idén valószínűleg három turnus lesz, valamint a tervek közt szerepel egy régész tábor is. 2014-ben fontos elem lesz a múzeum pedagógiai foglalkozás sorozat, a kékfestés a népművészet és a kézművesség jegyében, hangsúlyozta az igazgató. Animációs és családi filmek, akciók és vígjátékok, kaland és fentezi, rétegfilmek és oszkárgyanús alkotások. Január 9-én, azaz holnap indul a második Pápai Filmfesztivál. A kedvezményes áru mozi előadások csütörtöktől szerdáig négy, szombaton és vasárnap pedig öt időpontban várják a filmrajongókat. Tavaly márciusban nagyszabású fesztivál keretében nyitotta meg kapuit a Pápai Petőfi mozi. A filmfesztivált idén is megrendezik, holnaptól változatos és különleges kínálat várja a pápai filmrajongókat. Igyekeztünk úgy összeválogatni a filmeket, hogy rengeteg mese legyen benne, mert azok közkedveltek, illetve a nagy sikereket, vagy a sikertelért filmeket visszahoztuk, és sikerült olyanokat is beválogatni, amik a mozi egy teremre egy terme véget kimaradtak a, a mi eddigi korábbi műsorunkból, viszont így most a lehetőség nyílik arra is, hogy ezeket a filmeket megtekintsék a nézők. Ezek leginkább ilyen filmek, amik nem bírnának el egy, egy hetes vetítési mennyiséget, így viszont egy-egy előadásban sikerült elhozni, és így kedvezőbb áron meg tudják nézni ezt is a nézők. A nagy szépség, Exek és Szeretők, Jégvarázs, Pinocchio, Philips Kapitány, Kerry csak néhány a filmfesztivál kínálatából. Látványos 3D-s produkciók, családi mozik, horrorfilmek, művészi alkotások és szórakoztató premierek. A műsorterv minden ízlést igyekszik kielégíteni. Minden nap minden előadásban külön filmet játszunk, egy filmet maximum kétszer-háromszor tűzünk műsorra, tehát ez azt jelenti, hogy ezen a fesztiválon egy olyan közel 20 filmből tudnak majd egy hét alatt választani a, a, a nézők. Az új keretek között működő Petőfi mozi lassan egy éve üzemel. Micsik Zoltán szerint a Pápai Filmszínház beváltotta a hozzáfűzött reményeket, sokat vendég, és folyamatosan érkeznek új látogatók is. A mozi üzemeltetője kijelentette, a Petőfi mozi stabilan működik, így a pápaiak még hosszú ideig élvezhetik a mozizás élményét. Továbbra sem várható változás időjárásunkban, a részletekkel néhány másodperc múlva jövünk vissza. Csütörtökön még folytatódik az eseménytelen nyírkos idő, bár nyugaton már helyenként megélénkülhet a délies szél. északnyugat nyugat felől fátyol felhők érkeznek, a hőmérsékleteket illetően sem várható lényeges változás, hajnalban kettő napközben 9 fok körüli értékeket mérhetünk. Kedves nézőink, ez volt a Híradó szerdán, én köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!